Egymás után vették át mesterleveleiket a szakemberek. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben szervez mesterképzést és vizsgáztatást. A 6 hónapos oktatás a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg, mondta el Illés Orsolya, a szervezet szakképzési vezetője. Erre a képzésre egész évben folyamatosan lehet jelentkezni, és a szakmák kiválasztásánál, hogy milyen szakmákban indítunk mesterképzést, figyelembe vesszük a piaci igényeket, illetve azt, hogy a duális képzésben milyen új szakmába szeretnének partnerek bekapcsolódni. Ugyanis duális képzésbe csak az vehet részt oktatóként, aki erről tanúsítványt vagy a szakmájának megfelelő mestervizsgát tesz. Most kézápoló, körömkozmetikus és villanyszerelő szakemberek szereztek oklevelet. Azért döntöttem úgy, hogy elindulok ezen a mesterképzésen, hogy szakmailag tudjak egy kicsit fejlődni, illetve később évben a diákokkal tudjak majd foglalkozni. Gyakorlatilag a képzés egy rendkívül jó hangulatban, tehát ez az elmúlt fél év. Nagyon sok szakmai tapasztalatot is tudtunk szerezni, nagyon jó emberekkel is tudtunk találkozni. A hosszú távú tervekbe szerepel, hiszen ugye ez így a mi szakmámban egy kicsit elismerés, hogy átadhatjuk azt a tudást, amit évekig fejlesztettünk, képeztük magunkat, és ezzel a mesterlevéllel ez a lehetőség megnyílik, hogy ezt a tudást átadjuk a fiatal generációnak, aki ezt a szakmát szeretné hivatásának. Ezúttal 8 szakember szerzett mesterlevelet a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzésén.